Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és... igen. Nem olyan rég keltem fel, és... gondoltam videózok. És... mivel nem fésülködtem meg, csak össze volt gumizva a hajam. Mondottam, jó lesz az új kiizélem, és akkor... állni fog valahogy. Hát áll valahogy, az biztos. Viszont akkor folytassuk, ahol abba hagytuk múltkor, méghozzá a Green Hell-ban, a következő résznél. Ahol szintén a legelső pillanatokban egy kajmán majdnem szívinfarktust okozott, a második pillanatban pedig egy... a vége felé, mondom, na jó vége, egy indián. Tök jó. Örültem neki nagyon. Úgyhogy kicsit olyan kajakómás vagyok. Ugyanis most ebédeltem meg. Idézőesen. Ettem egy kicsit. És olyan szinten beütött a kajakóma. De olyan szinten, hogy nem tudjátok elképzelni. Olyan álom... jaj. Úgyhogy lehet, hogy így... én most olyan kényelmes így hátradőlve. Csak az a baj, hogy az a lámpa világít az arcomba, és olyan világos van, hogy megőrülsz. Hát, hogy le kéne kapcsolni. Várjatok! Megnézzük, hogy milyen, hogyha lekapcsolom. Mert nem kell. Na. Lekapcsoltam. Ha nem... nem jobb így? Egyébként. Vagyis legalább... oké, hogy a monitor az belevilágít az arcomba, úgy így istenesen, de... nem tudom. Így legalább... nem tudom, nem világítja szét az arcomba. És úgy, hogy a fényt már lejjebb vettem, és hiába. Na, most az a baj... játékban, hogy mostantól bármikor megtámadhatnak az indiánok, mert tudják, hogy itt vagyok. És a tűz ugye, ami... mivel ég a tűz, ezért ugye... veszem a hangot. Fel is, akkor maximum van. Ezért... bármikor megtalálhatnak. Úgyhogy csapdát kéne elhelyezni egyébként. Rákcsapda. Kőcsapda. Ennyi? Kész. Fasza. Várok reggelig szerintem. És... egy csiga! Úgyis az energia szintje az nagyon lent van a karakternek. Úgyhogy várok reggelig. Jaj már. Mert hogyha valami ellenséges dolog jön, akkor hát ha látom. Fogjuk rá. Oké. Tábortűzi hamu, az kell. Egyedül volt, ami jó. Ez az, esni fog az eső. Beállok ide. Feltölti vízzel azt a lófittyet. Nagyon kéne.
hogy tudjak tetőt csinálni a fejem fölé. Látjátok, esik az esőre, és feltölti vízzel a sarat, hogy tudjak dagasztani. Aztán elkezdődik a kis házikó építés. Ó! Az jó! Jaj! Na! Betont csinálok. Megijedtem a kőtől. Ó, de jó. Én olyan gyors vagyok, hogy csuhalja. De csak ott lehet elkezdeni? Aj, nem már. Jó, van mindegy. Amúgy ezeket a csigákat össze lehet szedni. Viszont egy kicsit, hogy ne ébredjek föl, mert... egy kis vodka. Nem. Sajnos nem. Sprite. Sprite-ő! Habár sima víz, de... akkor kell még egy... egy, kettő, három, négy. És csak három van! Hát ez nagyon jó. Nagyon jó kis házat fogok ide építeni, gyerekek. Majd meglátjátok. Lehet, hogy az lesz. Itt építkezek, építkezek. És csak egy vágás nektek. Ting! És már kész is lesz majd a palota. Csak először hadd kapjak ide görcsöt. Hogy pont nem elég a sár, amit gyúrtam. Hát örülök neki. De milyen szép kilátásom lesz azért, nem? Ha behalsz, olyan jó lesz. Na jó van. Elmentjük. Így, e? És akkor csak egy vágás. És mindjárt kész a palota. Ping! És tadá! 500 milliárd órába telt. De ja. De még nincs kész. De most már nem akartam többet kivágni. Úgyhogy még sok mindent kell csinálni. De ilyen kis itt egy átjáró lesz, itt így. Nem kell ugrándozni. Hát aztán lesz itt, ha alszok, mint a karakter, akkor így ilyen szép naplementénk lesz. Meg minden, meg napfelkelt, a jó az a másik irányba, de akkor is. Az itt nagyon romantikus naplemente lesz. És itt csak talán nem bántanak. Ja. Úgyhogy... építgettem rendesen, szóval de nagyon benne voltam. Szóval jó sok idő eltelt, de azt nem fogjátok látni. Úgyhogy nektek ez ilyen magic. Instant magic. Jó, hát ugye azt megtartottam még, azt nem szedem széjjel. Úgyhogy, habár... a pillangók átrepülnek a házamon! Meg a fán. Kicsit idegesítő lesz ez a sok papagáj. Úgyhogy...
Ennek elkerülésére, oppá, megrohadt ez a gumi. Ezt fel kéne építeni nagyon. Mert akkor tudok derakni sárkohót. És ez tök jó. És akkor ott is lehetne csinálni, és nem kéne lemennem a földre. És biztonsággal csinálhatnák tüzet. A belepigyezt kellett volna, nem a tetőt először, most már mindegy. És igazából ennyi. Egyébként furcsátom, hogy próbál megvenget, hogy ide is építsek, mert néha egyébként sikerül bebagoltatni. És lehet rakni ilyen különböző helyekre, ahol nem is lehetne. Úgyhogy néha... Néha az nem baj. Úgyhogy most félek. És most megvéd az esőtől, szóval itt nem leszek vizes. A kis sár birodalmam. Úgyhogy... igazából véletlenül beépítettem ezt a részt. De az is akarok majd egy tetőt. Tetőrészt, úgyhogy majd le kell szednem az egyik ilyen, hogy hívják ott. És akkor szerintem ezt fogom leszedni, és akkor itt is lesz egy ilyen létra, és akkor ilyen feljáró. Még egyel följebb. Aztán, vagy itt. Igazából mindegy. És akkor... Ez itt lesz a konyha. Ez itt a háló. Ez itt a nappali. És ennyi. Na. Szóval a rönkegyet még meg kell csinálnom. Fú, de sötét van. De a felvételen tök jó. Azon látok. Jó, ez kemény. Jó, sötét van. Hallottátok? Aztán fel kell fegyverkezzek. Mert akkor elindulok egyébként. Túrára. Mert eddig kb. Itt évett a pusztulat. Több órán keresztül, nem minden. Megvárom, míg... nappal lesz. Megijedtem! És most mindjárt kérdezik, hogy mitől ijedtél meg, hiszen csak bejöttél ide. Igen, mert elnéztem így erre. Az ablaküveg olyan, mint egy pók lenne. Hogy hogyan lápok benne pókot, nem tudom. De úgyhogy így, és akkor ott a potron, és ilyen sok-sok kis lába van, és akkor én csak azt láttam, hogy így jövök be. Így, és akkor ezt a részt láttam így. Tudod, és akkor így, mint hogy a pók lenne, és akkor így csak így jövök, és tök sötét, és így rám ugrik. Aj, te megijedtem, de magamat ijesztegetem össze-vissza. Magamat szopatom, hülyeségek. A szívem nem bírja, és a stresszt. Egyébként olyan jól el voltam. Órák, itt el voltam, érted? Másfél órán keresztül csak fogtam. Na jó, nem volt másfél óra, csak egy óra. Mindegy. És akkor... kb. És akkor... Fogtam, és építgettem, és senki nem hozott rám szívinfarktus görcsöt. Erre bazdnak bemegyek ide. Nem értem, hogy sikerül szívinfarktus görcsöt kapnom. De tényleg, most hogy? Fú, de mocskosul megijedtem. Már megint. Ezektől a hangoktól ki vagy? Gyok. Na, viszont... Hű, el kell indulnom felfedezni. Ez nem sokat változott. Azért ez a csontfejsz egyébként erős. Egyébként egy pár fa már visszanőtt, mint láthatjátok. Egy csomót kivágtam. És... Igen, is fogyasztottam egy párt.
Na mindegy. Fura, hogy egyébként, hogy... Habár... Nem, mintha hiányoznának az indiánok. De... Kis cuki tatu. Látjátok ott a távolba az indiánt? Baszd! Jó, csak erre vágtam fákat meg minden. Az fasza. Hát az baj. Az azóta itt túlálkodik. Mert egyszer már, amikor építgettem, akkor... úgymond megtámadott. De... De nem volt vészes, mert csak akkor így hallottam, hogy énekelget, azt jön. Most meg... Azóta itt tolálkodik az a szemét. Ott van, látjátok? Ott. Ott van, né? Ott. Egyedül van. Nem. Meg elmeszem meg ezt az gyümölcsöt, mert... Disgusting. Ugh. Ja, megromlott. Ja, az jó. Jajaj, hányok. Jaj, de jó. Na, hazamegyek hányni. Az a baj, hogy a hányásra nagyon lemegy a... kiszáradhat a karakter. Hányásra vajon mi a jó? Ugye elviszem aludni. Hát, ha leviszi a... izét. Wow! Végülis alszol, akkor nem hánysz valóban. Tehát ez így igaz. Még egyszer. Megszomjazott, hát a... igen. Pont ez a... hoppá. Hogy állunk? Igen. Hányástól, igen. De ide kiraktam, ezt mindjárt elkezd... bele lenne sok víz. Csak kettő. Á. Jó kevés. Sok pióca.
Nem baj, telítatjuk. Még egy kicsit. Van még mit? Még egy kicsikét. Ennyi volt az eső? Na, egész jó, már csak ezeket a zsírt, a szénhidrát és a fehérjét fel kéne tölteni. Az a baj, hogy félek neki menni ennek a genyónak. Mert azért na. Hogy na jó van. Meg kéne gyilkolászni ezt az embert ott. Szuper! Na most szórakozol velem. Pengés fejsze. Bocsánat, de csinálni kell ilyen dolgokat. Mert ezt elkapnak, kinyifantanak, onnastól vége van. Ezt majd nézzük, mint hal a szatyorban, hogy mi történt. A bazony. Az jó nehéz. Kicsattintottam a dolgokat. Na. Na lássuk. Ott egy skorpió. Jaj, de erre meg a köze. Ó, de császár vagyok. Láttátok, mennyi indián jön? Azok úgy futottak, mint a szél. Jó, futni én is tudok. Ha majdnem betoltam. Na jó azért. Azt a mocskos életbe. Fú, de betoltam. Így még egyedül nagyon, nagyon nem jó.
És futottak felém, láttam. Hát nem halusztam be. Hát baszd ki. Vissza fogom nézni a felvételt. Ha rohadjak meg. Ott jöttek onnan föntről. Ketten. Most kettőt biztos, hogy láttam. És nem sétáltak. Futottak. Ott vannak, látja. Ja. Ja, azok nem is eljöttek, csak arra sétálnak fönt. Ja igen, ez az új patchben már az ellenfelek, tehát azok járják a dzsungelt. Úgy betoltam. Ó, ez egy jó indián. Na szava. Mi a baj? Megsérült. Ez bosszúállókat játszott. Mi? Szétszedem itt a dzsungelt. Egyenes úti autópályát fogok magamhoz nyitni. Tudják, hogy hová kell jönniük. Ezért tök egyedül lenni. Nagyon fosatós. Tehát, hogy... Na. Gyerünk már! Oké. Ez a bokor nem kell. Ez a fa se kell ide. Na, én mondom, hogy leírtam itt a dzsungelt. Itt fogok lakni. Így-e. És egyenesen onnan, innen. Belátom a térséget. Majdnem, hogy így-e. Na, hát ez biznisz. Ki ne szeretne a dzsungelbe egy autópályát? Hm? Ki ne lenne oda érte? Én oda vagyok érte, nézzétek meg. Azért, hogy az egészet itt le lehet bontani, amit látunk. Tehát konkrétan majdnem, hogy mindent. Ígyni. Azért mennyire látszik, hogy a fehér ember munkája? Hm? Bejöttem ide a dzsungelbe, azt már is izé nappalit készítek meg. Valamilyen kis rezidenciát. Na! Ezek a szöszmetölések? Szóval, küldetés... Jegyzet... De ott voltam. De maszk kellett. Ja, itt van. Keresd meg a maszkos törzsi bölcset. Kösz. Keresd alkatrészeket a rádió megjavításához. Hát ezt meg honnan? Jaj, horgászbot. Hosszú bot, vagy hosszú bambuszbot. Kötél madártól, brazildió. Kettőt madártól. Brazildió tell.
Akkor várják, szerzünk egy hosszú botot, egy kötelet, az már van. Madártolunk is van, azt hiszem, vagy nincs. Pedzeg, amikor... Amikor nem keresem a madarat, akkor van egy csomó, de amikor keresem, nincs egy darab se. De jó. Számegyek itt a madárral. Vagy le kéne lőj a Lövök magamnak madarat. Gyere, madár. Maradj nyugodt, madár. Mondom, én maradj nyugodt, madár. Van két papagájom. Szegény papagáj! Ki kellett nyifantani? Pihennie kellett. Jó van. Szerintem ez gyors, ezt itt fönt, ezt megcsinálom, meg ilyen. És ilyen magic lesz újra. Magic. Magic. Basztam, egy kicsit fáradt vagyok. Ó, azt itt hagytam a kötelemet. Na, üdvözöllek titeket a rezidenciámban. Itt az ágyam. Itt aranyosan sohangolódik a izé. A tűz. Ezek a madarakat annyit lelőttem már, hogy nem bírnak magukkal. Van ezért a konyhából egy kis ablak kifelé. Saját kis privát rezidenciás RK. Feljövök ide. És csak esik az eső. Rám legalábbis. És hogy itt gyűjtöm az esővizet. Hát nem sok van. De ja. De azért igyekszem. Igyekszik az ember. Fogjuk rá, hogy útnak is indulhatunk. Megítatom a... 20... December 23-a van a játékban. Ó, holnap karácsony. Itt is tiszta víz van, ott is tiszta víz van, mindenhol tiszta víz van. Szuper! Hát jól van. No, akkor induljunk is el. Nem csodás területre. Be kell vallanom azért... Be vagyok tojva. De valami nagy állat. És itt liheg. Én mindjárt bepisilek. Indiánok. Ott vannak. Ott. Pontosan. Ezek már megint jönnek. Ott vannak előttem. De nem is egy. De ez valami nagy. Ott. Többen vannak. Oh, anyád! Oda nézd, mekkora a indián. Ennek valami fehér. Annak valami nagy óriás lófasz van a fején. Hallod. Lehet azért jöttek igazából, mert nagyon-nagyon sok időt töltöttem ezzel a
Építkezés. Tehát főleg azzal az építkezése. Azért szeretem a Sims-et is. Na jó van. És akkor innen most merre? Arról jöttünk. Arról. Ja, de megijedtem. Olyan bambusz. Na. Hopp, valami. Halucináltam. Mindegy, ezt szoktam halucinálni. Elég sűrűn. A szalt majomon fej? Mi? Szerintem már indiánok lehetnek, nem? Ez mi? Hurok csapdát találtam! Aha. Basszus, mennyivel? 3, hát azt szerintem nem győzöm le egyedül. Mivel ilyen harci... harci lófitty. Szerintem most az a legbölcsebb, hogyha nem piszkálgatom. Megyünk bele a vízbe, hogy körülnézünk. Akkor közel van a bázisuk az enyémhez, azért járkálnak erre. Na mindegy. Akkor az lesz, hogy... Chip, éppen most kaptam szívinfarktust. 2 másodperce. Ezek malacok. Oké. Okay. Minek van ilyen fura hangja? Arról jöttem. Nagyon rossz, hogy nem tudom, hogy ez most puma vagy... vagy... valami. Király. Csontpáncél. Na. Jó. Oké. Szegény. Na jó. Mai Muagi falu. Great, the village. Oh. Hello. Téged kerestelek. Jövök. Mizu. Akkor viszlát. Oké. Okay. Aninu, ananake fumahine. Ele. Köszönöm, hogy segítettél. Te vagy Jacko. Jó, Kongo. Kongo mia. Wee, jabó, waka. Hakta, ananake. Tam, enito, en kentalo. Teko. Nga, Jacko. Jacko, nga, wezo. E, hakta, breko. He, maki, ataimo, hina. Waraha es nue egua. Heda sokua nea okua esi. Nyomua heda
kuazne. Flimo jinakda tikne malo. Szóval! Tök üres a falu. Mert azok az akik engem is megtámadtak, vagy is kergettek. Azok ezt a falut is megtámadták, hiszen közel van nekik is a bázisuk. Hello! Mizu! És elrabolták a nőket, a gyerekek meg ugye szétszélettek a dzsungelbe. Hát az csodálatos. Nem is tudom használni a fegyveremet. Nem is tudok nekik itt építkezni. Nem. Itt nem építhetsz. Tök jó, köszi. Miért? Én építettem volna nekik itt olyan izé vityillaut. Hallod? Olyan vityilló lett volna, hogy erre a izé zöld tűzre lenne szükség. Szent János bogarakkal. Fú, hát nagyon sötét van. Nem lehet menteni? Nem. Csak úgy lehet menteni. Hogyha, és itt nem is lehet aludni. De rossz. Akkor hogy mentem el? Ó, nem már. Hát kénytelen leszek, akkor ja, kimegyek a faluból, akkor visszakapom a fegyvert. Értem. Akkor, jó. Akkor kénytelen leszek igazából építeni gyorsan egy kis vityillót magamnak. Amiben legalább aludni tudok. Fú, de sötét van. És igazából ennyi, meg egy Bambi. Kunyhó, Jézusom. Én mondom, biztos mondanám a helyükbe, hogy ebb nézzétek meg gyerekek. Ide jött, azt egyből itt építkezik. De nem látok semmit, érted? Csak a holdfény. Azt ennyi. Nem baj, ez jó lesz. Megmutatom én mindenkik itt a vityilló. Na nézd már. Hát olyan házat építek nekik. Hallod? Tiszta Buda. Na! Ide közvetlen melléjük költözöm. Legyél más spur. Hadd költözzem már mellétek. Ne legyél genyó. Nem engedi, hogy ide építkezzek. Állj, mi ez a hang? Semmi, jó van. Véli? Ne már. Jézusom, ez egy test. Mi van? Szerezni kinek követ. Na most tényleg. Na jó van. Szerzek, aztán gyorsan építkezem. Ezt elvesszük. Aztán jó lesz. He. Na, megint szétkaptam itt a erdőt. Legalább csak egy kicsit. Vedd már fel ezt a rönköt. Így-e. Hoztam a víz túloldal a bambuszinyót, viszont ott tele van megint ilyen indiánnal.
ott konkrétan ott sétálnak, róflának egy folytába. Úgyhogy azért tettem ide egy ilyen bázist, hogy itt legyen ilyen probléma, mert nem jönnek be. Legalábbis. Mert nem lehet használni a fegyvert, ezért gondolom nem. Jobb esetben. Úgyhogy... elmentjük a csodás játékot. És... ennyi. Jó! Hát megvan a falu. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő részt. És megkeressük a faluban lévő lakosokat. És visszahozzuk ide. A gyerekeket, a nőket. Meg gondolom az embereket. Már ha találunk. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy addig is... fú, nagyon... jaj, Istenem. Nagyon kemény volt. Ez azért érezhetően keményebb volt. Meg több időt, órát elbasztam azzal, hogy építkeztem, de hát nem baj, én szeretem egyébként. Tehát ezért is szeretem a Sims-et is, sőt, egyik nagy kedvencem. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, mindent igazából. Az, hogy végignéztétek, viszont ha most láttál rá a csatornára, vagy még nem vagy feliratkozva, és tetszett ez a rész, akkor ne habozz feliratkozni, illetve megnyomni mellette a kis csengőgombot, mert ugye az küld neked értesítést arról, ha bármit feltöltöttem a csatornára. A csengőgombon belül ugye meg lehet válogatni, hogy milyen értesítést küldjönek, úgyhogy küldjön neked a YouTube, úgyhogy viszont ha szeretnél az összes videóról ugye értesítést, akkor érdemes azt beállítani. Néha egyébként ez sem működik tökéletesen, úgyhogy ha szeretnéd, akkor lent a leírásban található egy Discord link, ahova ha csatlakozol, akkor igazából a nézőkkel tudsz egyébként, mint akár csak te magad, barátkozni, beszélgetni, játszani, csak úgy csetelni, ilyesmi, beküldeni ugye vicces képeket, mémeket, ilyeneket, mindennek ugye megvan a maga helye, úgyhogy nyugodtan ott tudtok böngészni, röhögcsélni, amit csak jónak láttok. Továbbá a Discord mindig küld értesítést arról, hogy mit töltöttem fel a csatornára. Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm nektek a figyelmet, találkozunk legközelebbi is, sziasztok!